csak gondoltam, hogy megvárjuk a Maját, ez volt az előfeltevésem. Akkor kiabáljuk, kérte. Maja! Kivette a fülhallgatót a füléből. Igen, igen. Egyébként tényleg lehet, hogy erről van szó, mert ő ugye telefonon át hallgatja. Tehát lehet, hogy a telefonjának nincs kihangosítva, mert miért lenne kihangosítva? Há, igen, igen, igen. Na, én csak annyit akartam mondani egyébként, hogy csak két megjegyzés. Az egyik, hogy ugye a kemáli államtitkárság az nem biztos, hogy mondjam, tehát az egy ilyen francia vagy amerikai típusú laicista vagy szekularista modellhez tényleg ellentmond, de nem biztos, hogy mondjuk a Szovjetunióban, mondjuk a Magyar Tanácsköztársaság idején is működött egy úgynevezett vallásügyi likvidációs hivatal, ami tulajdonképpen az állam-egyház kapcsolatokat szabályozta, csak hát ugye nem az volt a neve, hogy állami egyházügyi hivatal, hanem az volt a neve, hogy vallásügyi likvidációs hivatal. Igen. És a Szovjetunióban is volt valamilyen szerv, ugye ott ugye a Szovjetunióban 1941-ig elég rossz volt ugye az állam-egyház viszony, csak 41 után lett olyan nagyon barátságos. Annak a bizonyos nyilatkozatnak a hatására, ugye, hogy a orosz anyácskát akkor is meg kell védeni, hogyha éppen a szovjetek kormányozzák. De hogy tehát nem lehetséges, elkérdezem én, hogy ez a kemáli vallásügyi hivatal, amit mondasz, ez inkább ebbe a vonalba tartozik. A másik kérdésem pedig az, hogy én azt mondod, hogy mindig katonák voltak a Törökországban az elmúlt évtizedekben, én úgy érzékeltem, hogy nem. Tehát én úgy érzékeltem, hogy itt volt egy ilyen váltógazdaság, hogy volt ez az innönűféle párt, ami időről időre kormányra került. Aztán idő után elpuhultak, vagy nem tudom én, elromlott a kormány, és akkor a katonák kvázi visszavették a hatalmat. És mondjuk volt egy elég jellegzetes, 90-es években voltam valamilyen, vagy 2000-es évek elején, tehát Magyarország már NATO tag volt, és hát voltam, 2001-ről beszélünk, és hát voltam a NATO központban valamilyen ilyen NATO Education témakör keretében, és ott este beszélgettünk egy ilyen NATO tisztel, aki természetesen amerikai volt, és hát én kérdeztem tőle, hogy hát nem okoz-e az valami fajta ilyen kockázati tényezőt, hogy hogy a NATO-ban ugye konszenzus el van, tehát csak akkor lehet bármit csinálni, hogyha konszenzus van, és hogy nem okoz egy kockázati tényezőt, hogyha valamilyen iszlám ügyben kellene föllépni a NATO-nak, és hogy akkor a törökök nem emelnek el vétót. És akkor egész egyszerűen ez az amerikai tiszt azt mondta, hogy lényegében ezért vannak folyamatosan tartalékban, úgy tetszik, a német katonák, hogy akkor még egyértelműen, tehát 2001-ben vagyunk, a NATO-ból úgy látszott, hogy a katonai hatalom átvétel a korabeli polgári pártok átlagához képest az egy relatíve iszlám ellenes dolog. Tehát ez az Erdogánnak ez az iszlamista fordulata, ez egy későbbi fejlemény. Tehát az Atatürk és aztán a katonák, azok hosszú ideig az iszlám alternatíváját jelentették Törökországban.
És én erre hatottan emlékszem, hogy a 70-es években is az ember, ugye én a Reza Pahlavit is nagy jó indulattal figyeltem, tehát hogy a lényegében ezek a kvázi militarista diktátorok a Közel-Keleten, ezek lényegében az iszlám fundamentalizmusnak az ellenfelei voltak. Jó, a törökökben nem volt olyan rokonszenves, hogy a kurdokat ottan egyelték, de hogy egyértelműen iszlám ellenes volt ez a török katonai rendszer. Vagy amikor a törököknél katonai kormányzás volt, akkor az egyértelműen sokkal inkább iszlám ellenesnek tűnt. Abból a nem szakértői pozícióból nyilván, ahol onnan ezt én néztem. Igen. Hát nagyon igazad van mind a két megjegyzéseddel. A Diana-tesz visszajövök. Az, hogy az állam és a szunita közötti viszonyok, mert ez volt lényegileg szó. Szóval tulajdonképpen 80-85%-os szunita népséggel, valaminek az állam úgy találta, hogy valamit kell csinálnia. És erre fölhívta, ez már Kemal fölhúzta ezt a hivatalt. Na most az én szerintem a hivatalnak a befolyása az a mindenkori kormánynak a politikájának egyik része volt mindig, és a valahol mindig a fennálló államnak az utasításait hajtotta végre. Ugye az, hogy ő nevezte ki a imámokat, kettő, ő fizette őket, három, megmondta nekik, hogy mit mondjanak. Na most ezáltal amennyiben a politikai élet az elmúlt 100 évben így is úgy fejlődött, arra kihatott ez. Na most az is biztos volt, hogy én találkoztam ilyen imámokkal, akik Törökországban lettek nevelve, akik Nyugat-Európában nevelkednek, de van egy csomó is. Véletlenül egyel összeismerkedtem, aki frissen jött ki, 5 éves Dianettel szervezett imám képzésből. Hát kitűnő minőségű volt az életben fiatalember, azt mondtam, egész magas szintű, mint ezekben általában a szunita iskolákban, egyetemeken nagyon széles körű, hogy mondjam, társadalomtudományi képzés folyt, amivel persze volt teológia is. De a teológia nem volt többségben, abszolút nem, az mindig, mondjuk, az össztársadalmi tudományokat magába foglaló valami volt. Ezek a medrézából születtek, a medrézák azok tulajdonképpen a főiskolának vagy egyetemnek megfelelő imámképzés volt, ahol mindig már a Kemal előtt is már egy nagyon széles 19. században nagyon gazdag, jó képzés volt. Na most persze a Kemal diktatórikusan kézbe vette. Olyan értelemben, hogy almámak, tehát biztos nem tanítottak Marxek, Engelszt, érted? Ezekben az biztos volt. A Kemal az nem szerette a Marxet és Engelszt sem, de Lenint. Mert a kép a Szalád már volt az igazi példaképe a Kemálnak. Későbbiekben legalábbis, de sokkal inkább latin jellegű katonai képzése volt. Tehát ugye iskolában franciák voltak, és stb. Na mindegy. Szóval ez a Dianettel kapcsolatosan ezt lehet mondani, hogyha részletek lennek. De az azt jelenti, hogy Brüsszelben egy kész szépen egy 3 emeletes úgy 10 méter széles utcai képpel, homlokzattal, egy óriási épülete van a Dianettnek. És mindenki ki van írva ezért, szóval nincs probléma, nem titkos, semmi titkos nincs benne. Óriási könyvtárral, tehát foglalkozik a képzéssel, ezeknek szóval gazdag tevékenységük, nem primitív társaság, abszolút nem az. De politikailag egyértelmű. Szóval most Erdogan parancsait hajtja végre 10 éve a Dianett, senki másé. Ez a Dianett. Na most visszatérve aztán a diktatúra és az izlámnak a kapcsolatára. Ugye ez összefüggetlen bizonyos mértékig. Teljesen igazad van, én erre nem tértem ki akarattal, az, hogy
a kemalizmus egy tipikus modernista valami volt, ami minden modernizmusban, hogy az baloldali vagy jobboldali volt, de feltétlenül a jobboldali, mint Mussolini, mint Salazar, az egyértelműen vallásellenesek voltak. Aztán persze kitalálták azt, hogy mégiscsak jó, ha jóban vagyunk a vallással, az egyházakkal, a Mussolini a katolikus egyházzal, de például az osztrák, például gondolj arra, hogy az osztrák fasizmus a két háború között, az milyen nehézkes helyzetben volt, míg ki nem egyezett egy katolikus egyházzal. Szóval ezek érdekes dolog volt. Most ez volt Kemálnál is, ebben 100%-osan igazad volt, nagyon izmál ellenes volt, és hagyományosan a katonáknál, és ez mai időkig is tart, még hogyha nem is akarnak, nem is beszélhetnek róla, de ez nem változtat azon, hogy persze a hatalmukat gyakorolták, és gyakorolták a vallási téren is. Majd visszatérek talán előbb, vagy később arra, hogy a szunita vallás, mint vallás, az egy, mihez is hasonlítanám? Ez semmiféleképpen nagy keresztény egyházakról nem hasonlítanám. Talán a leginkább valahol a luteránusok állnak a közelében, ahol nagy szabadság van azon a téren, hogy vagy vallásos. Az, hogy magyarázod az írásokat, melyik írás kocac fontosnak, ez a szunitáknál van egy többségi működés erre, hogy nagyon szabadon éljenek ebben. Most az iskola, amelyik iskolában a török szuniták, mert a visszatérnek később, azok ugyanegy nagyon szabad társaság. Na most ugyanaz a luteránus Luthernak a problémája van, az, hogy Luther, mint muzulmán, az szuniták mindig elvetették, az, hogy az ember és Isten között egy közvetítő van. Tehát pap van. Ezt nem szerette sem Luther, sem a muzulmánok nem szerették. Ebben nagy közösség van ebben. És ez nagyon érdekes módon, hogy ez így alakult ki. És ugyanakkor kialakult az ellenreformáció, az a síták voltak nagyon jó módon. Na mindegy, ebben szeretnék visszatérni. Szóval a diktatúra jellegét, a katonai diktatúra, most ez a csodálatos Erdogánnak a mérhetetlen taktikai érzéke volt. Ez most már kicsit belemegyek abba, amit akartam beszélni, az, hogy az Erdogán, miután összedolgozott a güleni mozgalommal, most még mindig nem beszéltem eleget a gülenről, de ez egy mozgalom, ugye 3-6 milliós ember, inkább az értelmiség, államok, a katonaságban egy csomó képviselő volt, akik olyan katonák, akik vallásosak maradtak, meg stb. Most ezekkel összeállt, és a katonákat rendben, hogy is mondják magyarul? Helyre tette. Nem, rácba tették, valami ilyesmi van. Rácba szedte? Tessék? Rácba szedte? Igen, rendbe tette, igen, azt lehet mondani. Igen. Na most egész egyszerűen elfogtak százával, ezrével katonai tiszteket 2013-ban, és leverték a katonai hatalmat. És az teljes sikerrel. Én ismertem például ilyen tábornok, emlékszel, Gábor, találkoztunk egy ilyen tábornok, egy magasabb. Azt úgy elkapták, hogy csak úgy repült. Aztán kiszabadult, és beszéltem vele telefonon, és a telefonban figyeltem azt, hogy úgy beszélt, mint mi a Rákos időben a telefonban. Rejtjelesen. Szóval fantasztikusan lehetett érezni, hogy mérhetetlen politikai és rendőri nyomás van rajtuk. Ő is több hónapot leült, és minden csoda. És aztán kapott egy szobát valami kaszárnyába, amilyen kényszer lakhelynek nézett ki, ahogy éreztem a telefonban. De, szóval ez az mutatta azt, hogy az Erdogán mérhetetlen taktikával 2013-ban elintézte a katonákat. És ezzel befejeződött a katonaságnak az egész iszlámmal kapcsolatos ellenérzését, ellenzéki hozzáállását.
És ezáltal lett lehetőség arra, hogy az erdogáni hatalom felerősödjön. De Erdogánnak jött a következő probléma, a Gülen probléma, amiről megint majd visszatérek, hogy mi volt az ő problémája 2016-ban. Ott is ismerősöknek a szülei elkapták meg, stb. Szóval ez számomra egy élő valami, ami volt. Na most ez volt a, nem tudom, Tibor, többé-kevésbé válaszoltam a kérdésedre? Igen. Tehát akkor, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen az erdogáni diktatúra az nem ennek a katonai vonalnak az örököse. Semmi. Semmilyen értelemben. Világos. Tehát az inkább azoknak a civil mozgalmaknak az örököse, akik az iszlamistákkal kiegyeztek. Hát legalábbis időlegesen. Köszönöm szépen. Igen. Még más kérdés. Ifjú hölgyem. Én most még várom a kifejletet, hogy engem igazából, csak szerintem még nem jutottunk odáig a történetben, engem ez a Hevrim Halaf meggyilkolásának a körülményei. Ez a Hevrim Halaf nevű, ha jól ejtem, vagy Kalaf, akit a múlt év összefelé, azt hiszem az akkor történt, brutálisan kirángatták az autójából, és egy fegyvertelen nő volt, és meggyilkolták, és hogy amit azt olvastam róla, hogy ő ilyen békéltető volt ott a különböző csoportok között, de hogy mivel annyira nem ismerem ennek a háttér történetét, én kíváncsi vagyok, hogy mi fog az én előadásából kibontakozni ezzel kapcsolatban. Tibor, nagyon visszhangzott ez a beszéd, úgyhogy nagyon rosszul értettem. Lefordítanád nekem? Így most jobban hallasz? Jobban most hallasz? Jó, igen. Volt a Hevrim Halaf gyilkosság talán tavaly ősszel. Milyen gyilkosság? Maja, le tudnád írni a nevet? Mert Hevrim Halaf vagy Kalaf? Nem úgy értem, hanem, hogy esetleg chatben vagy e-mailben le tudnád írni, mert lehet, hogy... tehát ez túl nagy információ vesztés. Na jó, akkor majd... Jó, oké. Akkor azt kérdem, Miklós, akkor kezd el mondani, amit gondolsz, és akkor a Maja közben küld egy e-mail üzenetet, mert én is elég rosszul értem a nevet, amit mond. Akkor addig bemegyek a gépemhez, ott elküldöm, majd aztán vissza. Jó. Nem megy. Na most ő a fülhallgatót levette. Mindegy, kezd el mondani. Nyugodtan mondhatod. Hát én nagyon nyugodt vagyok. Na most, amit már kicsit utaltam arra, hogy a vallási helyzet összetett. Már mint minden, egy ilyen Magyarországon mindig összetett a helyzet. Az, hogy vannak különböző, elsősorban muzulmánok. A muzulmánok, de mindenféle muzulmánban. Ezt úgy kell elképzelni Törökországot, mint bizonyos mértékig talán Franciaország volt. Az egy uralkodó vallási vonulat van, amelyik a katolikus egyház, de emellett mindenféle más is élt Franciaországban. Voltak reformációsok, amiket ők úgy hívtak, hogy a kalvinistákat hívtak reformátusnak, és aztán Luther nem volt nagyon jelenleg, fontos zsidó közösség volt, és még ma is az elég fontos közösség. Tehát ehhez kicsit hasonlított a török helyzet. A török helyzetben is van egy uralkodó jellegű muzulmán vallás, amit szunitának hívnak. Emellett van egy jó 10%-ot kitevő síita részek, ami egy másik muzulmán vallás. Amikor így mondom, akkor persze a muzulmának sose fogadnák el. De ez így mondom, mert egyértelműen úgy értik magyar, minden magyar megértheti, hogy ez egy más vallásról van szó, még hogyha a közösség olyan, mint a keresztény vallások. Úgy kell érteni. És amellett vannak egyéb irányzatok. Ez egy
egy nagyon fontos dolog. Na most a kettő között a szuniták, amik többségiben, nem csak Törökországban, hanem az egész muzulmán világban a szuniták többségben vannak. Jó nagy többségben. Kicsit vitatom, 4/5 talán a szuniták. És a többi az síták, és aztán sítizmusban és a szunizmusban kifejlődő kisebb vallási csoportulások. Vagyis a lényeges különbség a kettő között, hát ezen lehet, mert ezt teológilag hosszan lehetne mondani, de van egy örökösségi kérdés, ezt nem érintem. Nem érintem, ami történt 1300 évvel ezelőtt, az, hogy Mohamednek milyen leszármazottai, kinek milyen hatalma volt, meg stb. Hanem sokkal inkább az, hogy mi alakult ebből ki. Mi ma a szunitizmus, a szuniták, mi ma a síiták. A ma a szuniták az egy nagyon, hogy mondjam, nagyon rugalmas egyház. Azt megint a luteránusokhoz hasonlítanám, csak luteránusok nem többségükben vannak, de a luteránusok hasonlítanak hasonlítanak a szuniták. Szabad gondolkozók, sokkal szabad gondolkozók, mint a többiek, történelmileg mindig ilyenek voltak. Maga Luther aránylag mégis kívánosság volt. Na, elkezdtem mondani, hogy még nem vette fel a törköt, elkezdtem mondani a szuniták és a síiták közötti különbséget. A szuniták, azt mondom, egy eléggé, hogy mondjam, egy aránylag szabad társad vallás volt. És ma is az egy nagyon rugalmas, sokfajtaképpen hozzányúló rendszer. Annyira, hogy a szunizmusban a jelen van 4 iskola, ami már 8.-9. században kialakult, szóval már 1000 éves dolgok. Ezek azt mutatják azt, hogy sokfajtaképpen lehet magyarázni a szövegeket, a különböző kijelentéseket, előző magyarázatokat, hogy lehet újra magyarázni. Most ennek a, van, az a négy nev, nem is mondom el a négy nevét, mert ha kell, megnézhetik nyugodtan a Google-ba, ez el van szépen magyarázva. Ennek a legrugalmasabb iskolához tartozik a török szunizmus. Ez a hanafita iskola, amelyik inkább az értelmezéshez nyúl, hogy értelmezni a szöveget, értelmezni a hagyomány, értelmezni azt, hogy hogy nyúlunk hozzá. Ez egy érdekes dolog, az, hogy végén a oszmán birodalomban, mind a későbbi katonai diktatúrák alatt, azokban valahol vallási szempontból egy nagyon urgalmas izlámmal állt szembe akármelyik török politikai erő. Ez érdekes az, hogy ebben volt az, hogy amikor előbb beszéltünk a katonai diktatúrának izlám ellenességéről, ez az izlám ellenesség nagyon, hogy mondjam, aránylag puha jellegű volt. Soha nem volt vallás üldözés Törökországban. Ja, nemzetek, kisebbségek üldözés a bőven volt, de nem volt sosem vallási jellegű üldözés szunitákkal szemben. Na, másnak a többiekkel. Na most ez a szunitákra nagyon jellemző, ami összeköti végén az összes muzulmánt, az csak egy kijelentés. Az, hogy egy Isten van, és csak egy, és annak a profétája az a Mohamed. De Mohamednek a szerepe is korlátolt, nagyon korlátolt. Azt nem úgy kell venni, mint ami az evangéliumokban, a sokszerűség az evangéliumoknak, sokszerűség, de az apostoli cselekedetek, sokszerűsége a régi, az Ótestamentumnak, hanem egész egyszerűen ezek az iskolának, a hanafita iskolában az, hogy a lényeghez, ahhoz persze minden muzulmán ragaszkodik, de a többi az rugalmas. Például a okáért az, hogy Mekkába elzarándokol vagy nem, az egyén dönti el. Senki nem döntheti el helyette, és senki nem ítélheti el a másikat. Ez a
hogy egy nagyfokú türelmesség uralkodik, ez az egész muzulmán világra jellemző. Pont az ellenkezője, mint amit a keresztények, vagy a nyugati világ mond az iszlámról, ami sokkal kevésbé türelmetlen vallási kérdésekben, mások. Na, vannak türelmetlenségek, és az feltétlenül a síitákkal szemben. A síiták az történelmi okoknál fog, hogy a 8.-9. században milyen csúnyákat csináltak a szuniták, vagy akkori iszlám egyesekkel szemben, ezekben nem megyek bele, hanem kialakult egy síita muzulmán vallás, ami különbözik a szunitákkal szemben, hogy a szunitáknál ugye a muzulmánok, mint egység, az umana, az valahol fontosabb mindennel szemben, mint akárki más magyarázna, vagy akármi. Tehát valahol a szuniták elvetik mindenféle dogmatizmus, vagy diktatúrát, amit rájuk volna kényszeríteni. Nem lehet rájuk kényszeríteni. Vannak ezek a fatvék, ezek a kijelentések, vagy döntések. Ezeket vagy elfogadják, vagy nem elfogadják. De semmiféle dogmatikus jellegük nincsen. Ez nem így van a síták. A síitáknál inkább fölülhetően. Ez olyan mennyiszire megy a síitáknál, hogy van az imám, egy imám, aminek gyökölve tej hatalomban van a síitáknál. Ezt nem most találtak ki, ez a Khomeini nevezetű úriember Iránban, hanem ez egy régi síita, ezer éves hagyomány, hogy fölülről jön a hatalom, és az hatalom az önkényuralom. Ezért Irán olyan erősen diktatórikus jellegűnek tűnik nekünk. De ugyanakkor ezek is muzulmánok, a síiták is. Mert a síita vezér, az imám, az egyedüli, az soha egyszerű hétköznapi dolgokban nem jöhet bele. Csak egész fontos ügyekbe jelentkezhet és hatalmát gyakorolhatja. Úgyhogy a legtöbb síita abszolút úgy él, mint akkor, ahogy akar. Ez elég nézni a mostani iráni filmeket, hogy észrevegye az ember azt, hogy ezek akármelyik oldalát az életének milyen fantasztikus szabadon élik, és nem szabad elfelejteni, hogy nem szunita országban, hanem egy síita országban, Iránban, ahol köztársaság van, sőt választások vannak, sőt, elnökválasztás van, és ahol a választásoknak eredményi. Hogy a választójogot az kicsit babrálják, kicsit manipulálják, nyilvánvaló. De létezik, szóval a papíron az szabadság van, több, rengeteg párt van Iránban, ezek egyéb pont úgy veszekednek, mint minden másik országban, és a demokráciának vannak fontos oldalai, mert ami imán, ő is egy okos ember, tehát nem folyton beszél, hanem ritkán beszél. Akkor van nagyon fontosról van szó, akkor megszólal. De ezt is, hát elfogadják, nem fogadják el, ez attól függ. Attól függ az imámnak, van-e hadserege, van-e rendőrsége rá, vagy nem. Van, amikor van, van, amikor nincsen. És ezt figyelem most a 40 év óta Iránba, az, hogy imám kijelentett dolgokról, hogy soha nem lett megvalósítva. Egész egyszerűen nem tudta rávenni, akiknek a hatalma kezükben van, ezek végrehajtsák. Tehát nem történt semmi. Hát mondjuk nem tudom, hogy nem azért nem történt semmi. Nem tudom, Miklós, hogy nem azért nem történt semmi. Hát az imám akkor teljes 100%-ban a Hussein ellen volt. Meg az amerikai nagy birodalomról. De ma ebből semmi sem maradt, elsősorban Irák megmaradt, nem sikerült neki, pedig mindent megte azért, hogy legyőzze az Irákot, és utána pedig Amerikával elkezdtek tárgyalni az irániak. És imád ki beleegyezett. Szóval ez egy nagyon rugalmas. Szóval a muzulmánoknál nem szabad elképzelni úgy az iszlámok különböző vallásai, mint a katolikus egyháznak. És az egész dogmatikus felhasználása.
Tehát ennyi a vitákról, hogyha a sítákról, persze a csomó teológia önmagában, én nem vagyok teológus, tehát arra meg kéne valakit hívni ahhoz, hogy ténylegesen megmutassa, mi az vallási különbség a kettő között. Mert én csak tulajdonképpen nagyon felületesen fölrajzolom, hogy ezek hogy vannak. Na de azt is számításra kell venni, hogy van egy másik vonulat a szunizmusban, de bocsánat, még van egyről, meg kell említenem, az aleviták. Az aleviták ugye egy harmadik, nagyon fontos része az iszlámnak, egy harmadik vallása, ami egy nagyon furcsa keveredésből született, nagyon ritkán, kevésbé tudunk róla, aránylag a teológiája nem kidolgozott nagyon, de állítólag mind síta dolgok vannak, mind szunita dolgok vannak, sőt, azt mondják, hogy az örmény kereszténység nagyon erősen hatott rá. Hát most én nem tudom ezt megmondani, mert nem elég értek hozzá. Csak azt kell mondani, hogy az aleviták azok nagyon máshogy viselkedtek. Elsőbb, miután őket aztán elnyomták, mint a szuniták, mint a síták. És ezáltal nagyon védekező jellegű. Annyira, hogy Brüsszelben, én tudom, hogy két nagy szervezetük van, ami roppant tudtokzatos, és alig lehet kapcsolatba lépni velük. Itt is a kapcsolatban. Na most aztán próbáltam Törökországba kapcsolatba lépni, ott sem szeretnek. Szóval nem tennek föltűnni, de nem szabad elfejteni, hogy 10-15 millió olyan vannak. Egyik utazásomban Szávában vagyunk. Száva az ott az Anatóliának, a kelet Anatóliában van, elég közép rétegben, és Szávában egy városba sétálok, és mutatnak egy nagy épületet, egy 3-4 emeletes tévben, és látom, ez leégett. Hát kérem szépen, ez nem is olyan régen, a 90-es években ott összegyűlt egy bizonyos mennyiség 300-400 alevita értelmiségi, és egész egyszer leégtek, hogy és miként, arról mélyen hallgattak. Hát nagyon büdös volt a helyzet, formán legalábbis annak tűnt nekem, hogy ott mutatta, hogy azért az alevitákat nem nagyon szeretik, és ezért olyan védekező jellegűek. De ugyanakkor ezek roppant demokratikusak. Az egyetlen nagy muzulmán vallás, ahol a női és férfi egyenjogúság teljes. A imádság vezetés mind nő, mind férfi teheti. A közösségeket, ha bár egy férfi vezeti mindig, amit egy magyar szóhoz közel álló kifejezés, baga vagy valami ilyesmit mondanak rám, és ez vezeti, és nagyon, nagyon szabadon vallásosak, de akkor imádságról van szó, akkor körbeállnak, férfiak, nők együtt imádkoznak, és nagyon mélyen elgondolkozva, mint hogyha a vallási meggyőződésük egyrészt egy áhítat, de másrészt pedig egy tudás is. Na most én csak erről csak ennyit tudok mondani, mert ez egy fontos vallási jelenség Törökországon. Most élek rá, lassacskán, az, hogy mi ez a güleni mozgalom? Hát azt kell mondanom, hogy ez valahol az iszlámnak a korszerűsítése volt. Annak az egyik eredménye. A korszerűsítés az hogy történt? Hát egyrészt egy politikai iszlám alakult ki. A politikai iszlámról külön kéne beszélnem, egy külön erre egy előadást kell tartani. Ez persze engem olyan érdekel, miután sokat foglalkozom geopolitikával, hogy is a politikai oldala hogy van. Ennek csak megnevezem azt, hogy egyet, még Magyarországon is beszélnek róla, a muzulmán testvériségi mozgalomról, amit talán emlékeznek az, hogy Egyiptomban hatalomra kerültek, miután meggyilkolták az előző katonai diktátort. Hogy hívták? Jézus már elfogadott. Mubaraknak. A Mubarakra gondolsz. Na bocsánat, hogy én neked mondom, de akkor a tízes években... A Mubarakra gondolsz.
Tessék? A Mubarakra gondolsz. A Mubarakra, igen. Na most utána jött a muzulmán testvériségi társaság, és ez a testvéri mozgalom, ez nagyon erősen befolyásolódott a politikai izlámhoz. Ennek egy bizonyos szárnyához tartozott, na most, és a Mursi volt a vezetője. Tehát voltak előző már 19. században, amikor Európában a nemzeti létezést vizsgálták, és jöttek a nemzetállamok. Ugyanakkor az izlámban egy ilyen felújulás, az angol híves szó van, a revival, ami a protestáns egyházakban jelentkezett, főleg Egyesült Államokban, de Angliában is. És egy valami ilyesmi történt. Azt mondták, hogy az új izlám, a modern, a mai izlám, annak politikainak kell lenni. Aminek van egy pici, ez a testvéri közösség, ez feltétlenül közben volt, jelen volt, és valahol kapcsolatban van egy másik nagyon fontos témával, amit nem tudtam kifejezni, az a kalifa kérdés. Ki a kalifa? Az egy politikai hatalomnak a központosítás, az állambácsi, vagy nem tudom micsoda. Az egy külön téma lehetne egy következő alkalommal. Na most ez volt a politikai korszerűsítés, de volt egy másik. És ez különlegesen a korszerűsítésben történt, és nem politikai jelleggel, hanem kifejezetten korlátozott vallási jelleggel. Itt megint ketté szakadt a dolog. Egyrészt volt egy ilyen radikális valami. Ezt hívják szalafizmusnak és a vahabizmusnak. Ez egy nagyon radikális, mint ahogy Albániában van itt már egy-két már kapságban, nagyon radikális visszatérés, fundamentális jellegű visszatérés az újjácsokhoz. És egy másik volt, na most várok, mert a konkurens cég mit tudott. Igen, kapcsolt ki a klerikális reakciót ittán. Na most a másik, és most elérkezek végre a témámhoz, és benne is fogom befejezni, az, hogy a szunizmusban egy nagyon érdekes hagyomány volt a 8.-9. századtól kezdve. Kialakult, amit úgy hívnak, a szufizmus. A szufizmus az valahol hasonlít a kolostori, a szerzetesi vallásossághoz. Az azt jelenti, hogy bizonyos embereknek hasonló gondolkodása volt, szeretett együtt imádkozni, együtt gondolkozni, együtt tevékenykedni a világban. És ebből az izlámban is kialakultak ilyen kis csoportok. De egyik kíváncsi csoport nagyobb is lett. Volt az, hogy több száz ember. Ennek egyik nagyon ismert jelensége volt Törökországban, a lényeg inkább az volt, hogy ezek a szufizmus az egész szunita vallás fejlődésében állandóan jelen voltak, amit azt lehet mondani, hogy a szunitáknak, tehát a fele, ha nem több, mint a fele, egy ilyen szerzetes jellegű mozgalmakban benne volt. Ez lehetett olyan, hogy az Akció Katolika, amit Magyarországon ismertek, vagy a hangya mozgalom a szövetkezeti széren, vagy pedig a különböző karizmatikus mozgalmak, meg ezek. Ilyeneket képzeljenek el, hogy ilyenek a izlámban már jelen voltak több mint ezer éve. És ezeket nagyon aktívan élik. A hatalmak, a politika hatalmak nem szerették ezeket, mert ezek ugye állandó veszély volt arra, hogy kialakulnak politikai jelenségé. Ez tény, hogy ilyen volt, mert volt, amikor tényleg ezek az
a különböző mozgalmak, ezt a szót használom, vagy szerzetességek, vagy nem tudom, minek lehet mondani magyarul, mozgalom a legjobb szónak tűnik nekem. Na most, amikor azt mondom, hogy egy korszerűsítése történt az iszlámban, hogy voltak politikai jellegű, volt a radikális szalafizmus, de a szufizmusban is megjelent. Amely szufizmus egy ilyen, hát kicsit gyorsan mondva, felületesen egy karizmatikus jellege is van. Na most ebben a keretben egy csomó fölülírás történt, de százával, ezrével voltak ilyen csoportosulások, mozgalmak. Most egyik az ilyen volt a Güleni. A Gülen az egy imám volt, de nem síta értelemben, egy imám, tehát előimádkozó és szövegmagyarázó. A maga Gülen, az nem tudom mikor született, 40-es évek, 41-ben született, és kapott egy rendes kiképzés, az azt jelenti 4-5 év tanártárs egy rendes ilyen medrázában, és ő rájött arra, hogy ő a Törökország középső területén élt, hogy rengeteg a szegény ember. És a szegény emberek azokkal foglalkozni kell. Azok, hogy tanulhassanak, előre jussanak, mind vallási, mind világi téren. Azt ők egybe tették. Ezek nem választják le a világi és az egyházi életet, vagy vallásos életet. És kialakított a 70-es években, nem is a régen tulajdonképpen, szegény családok gyermekeinek szóló tanfolyamot, ami előkészítette azt, hogy ezek a gyerekek bekerüljenek az egyetemre. Szóval a célja az egyértelmű módon az oktatás volt, és a vallásoktatást beleértve, és arra célozta, hogy kialakuljon egy a szufizmus keretben, azokban kialakuljon egy normális iszlám élet, amit úgy talált, hogy a szegényeknek ugyanilyen helyük van, mint a gazdagoknak. De a gazdagoknak is talált helyet. Ő rájött arra, hogy egy csokó gazdag, vagy többé-kevésbé gazdag ember. Hát gondolom a faluban az lehet, ez egy kulák, de a nagyobb helyeken egy kisvállalatnak a vezetője, stb. Ezek több pénzt kért. Pénzt kért, és ugye a adományozás az egy régi iszlám hagyomány, hogy normálisan egy tizedét, két ötödét a kereseteknek odaadták az egyháznak. A egyháznak, nem egy alapítványnak legtöbbször, de az adományozás egy nagyon régi, másfél ezer éves hagyomány az iszlámban. Ez ami kicsit hiányzik a keresztényeknél, az ilyesmi. De az ő náluk komolyra veszik, és annyira, hogy a Gülen rájött, hogy a egész ezen kéri a gazdagoknak, hogy adjátok nekünk, mi ebben foglalkozunk, mi oktatással. És meggyőzött egy csomó ember. Annyira, hogy visszatérek az előadásom elejére, hogy mi sarki fűszeres török nők, az adományozott ő rendszeresen a brüsszeli Gülen mozgalmak egy keretében. Mert Gülen pár 10 év alatt több mint 100 országban elterjedt. És mindenütt egész egyszerűen csak oktatással foglalkozott. És az ottani gazdag emberektől szerezte a pénzt. Úgyhogy most, amikor a Gülen mozgalmat elnyomják, sőt, eltiporják az erdogáni Törökországban, az erdogáni mozgalom tovább folyik. A Güleni mozgalom remekül működik látszólag az összes másik országban. Mert ott a helyi finanszírozása, hogy soha neki nincs egy központi szervük. Nincs egy központi, nem lehet látni, hogy mennyi pénzt összegyűjtöttek, mert mindig helyi 10-15 embert megalakít egy csoportot, és elkezd oktatni. És olyan egész egyszerűen, hogy a gyerekeket belevigye a középiskolába és az egyetemre. És ez mérhetetlen sikeres. Tavaly ősszel volt az, nem tudom pontosan, amikor a Ramadan vége volt, akkor meghívtak, ez nagyon szokásos itten, hogy török családok meghívnak nem törököket arra, hogy a Ramadan végét megünnepeljék. Az este 9-kor, 10-kor, attól függ, hogy az évnek melyik részében van a Ramadan, a böjtölés, nagy böjt,
És ilyenen részt vettem. És ott figyeltem az asztal körül, ahol háromnegyed részen nő volt, mind güleniek, és a nők mind egyetemet végzett. Mérnökök, orvosok, ügyvédek, mindenféle volt. És ez a güleni mozgalomnak a lényegét ott rált. Na most, most már nagyon rövidek fogva, de azért mégiscsak kell mondva, hogy ez a güleni mozgalom persze hatalmas volt, és ma is még egyszer nagyon erős, egész egyszerűen, amikor Erdogánnak sikerült a güleni mozgalommal Törökországban legyőzni, sarokba szorítani a hadsereget, utána rájött, hogy Gülen is veszélyes. És 2016-ban nem tudni, mi történt, még ma sem tudjuk, hogy mi történt, 2016 egy úgynevezett államcsin történt, amire Erdogán rögtön kijelentette, hogy ezt a gülenisták citották. A gülenisták azt mondták, hogy nekünk semmi dolguk nem volt, mert nekünk nem volt ilyen kérdésük. Ez a 16-os államcsin, ami általános fölhatalmazást adott Erdogán számára, itt a diktatórikus oldal, mert nem mindenben diktatúra, de ezbe a téren, és többé-kevésbé 200-300 ezer embert száműzött, bebörtönzött, internált, kidobtak. 150 ezer állami tisztviselőt kidobtak, mert különböző törvényeket hoztak, hogy még állami tisztviselőt is ki lehet dobni. És alapít, egy új alapítványt csinált, aminek az a neve Marif. Két A-val írva, Marif. És ez az alapítvány a különböző országokban az ország vezetőit megzsarolják, hogy az iskoláikat, amik eddig gülenista volt, legyen ennek a Marif nevezetű alapítványnak az iskolái. És elérik, mert öntik a pénzt a különböző országba, különösen muzulmán szegény országokba, és ezáltal a güleni iskolarendszer próbálják megszüntetni. Magyarországon is. A Gülennek volt valami iskolája. Nem tudom pontosan, még nem tudtam utána nézni, mi volt az iskola, hogy ez egy működő vagy csak tervezett iskola. Egész egyszerűen pártunk és kormányunk elfogadta az erdogáni nyomást, és adta ezt a készülő iskolát, átadta a Marif nevezetű török alapítványnak, állami alapítványnak. És valahol közrejátszott abban, hogy harcol.